Orosz-ukrán konfliktus kapcsán is a békére törekszik. Mégis békére törekedve miért tartja fontosnak, ahogy beszédében is említette, hogy megerősítsük a magyar honvédséget, és emlékezzünk múltunkra, akár egy ilyen esemény kapcsán, mint mondjuk a tavaszi emlékhadjárat, vagy például emlékezvén a radarszerzet? Azért tartom fontosnak, ha már ön említett, hogy a tavaszi hadjáratot 1848-49, emlékezzünk csak Kossuth Lajosnak a szavaira, hogy kivel lehet alkudni és kivel lehet tárgyalni. És erre csak azt tudom mondani, hogy az erőssel lehet tárgyalni, a gyengével senki nem fog tárgyalni. És a helyzet pedig mutatja, ami történik a nagyvilágban, ami történik itt ebben a régióban, hogy rendkívül gyorsan, élesen változik a biztonsági helyzet környezetünkben. Ha csak a közelmúltat nézzük, akkor azt kell mondani, hogy a délszláv válság nem olyan nagyon régen történt. Azt követően láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy 2014-ben a Krím-félsziget annektálásával mi következett be. Most közvetlenül az országunk szomszédságában háborúdul, véres háborúdul. Mindez azt mutatja, hogy bár békére és biztonságra vágyik az emberiség, azt szeretnénk, ha békében, biztonságban élhetnénk, de hogy ezt a békét és a biztonságot meg tudjuk őrizni, ehhez kell az erős magyar honvédség. Ehhez kell az, hogy mi igenis erőt tudjunk felmutatni, hiszen csak ezzel tudjuk kivívni azt, hogy tiszteljenek és becsüljenek minket, és csak ezzel tudjuk megteremteni azt, hogy az ország képességeit, védelmi képességeit növeljük. És ezért mondom, hogy az erős magyar honvédség és a béke önmagától azért nem létezik. Ezért nagyon-nagyon sokat kell tenni az embereknek, a magyar embereknek. Ezért indítottuk el a hazafias honvédelmi nevelést. Nagyon sok fiatal van, elhivatottak, elkötelezettek. Megértik, csak segítsünk nekik feldolgozni azt, hogy mi volt Magyarország történelme, milyen történések voltak Magyarországon, hogy ezt megértsék, hogy tudják azt, hogy amit elődeink, őseink nekünk megteremtettek, annak az őrzése, védelme, ápolása az a mi dolgunk, a mi kötelességünk. És a jövő nemzedékenek, a jövő generációjának ezt kell továbbvinni. És ezért mondom én, hogy erős magyar honvédség kell, hogy ezt a békét, ezt a biztonságot megőrizzük Magyarország és a magyar emberek számára.